Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hétköznapok kedves hallgatóit és nézőit, a mikrofonnál Kauzála Alexandra. Nagy öröm a számomra, hogy elindíthatjuk Tiszta Beszéd elnevezésű sorozatunkat, és köszönöm a névadónak, Borbé Józsefnek az ihletet, inspirációt. Lelkész pásztor, szia Józsi, szeretettel köszöntelek. Szia, köszöntöm kedves hallgatókat. És itt van még velünk a Hitrádió stúdiójában Pálfi Gyula, történelem média szakos tanár és újságíró is. Köszönöm, szia Gyula, szeretettel üdvözöllek. Köszönöm. Nagyon örülök, mert megmondom nektek őszintén, nekem szívügyem, hogy beszéljünk a beszédről, hogy egy valami kampányt indítsunk el a Tiszta Beszéd ügyének az érdekében. Ugyanis nem tudom, ti hogy vagytok vele, az én fülemet már nagyon sérti az, hogy tényleg társadalmi rétegtől, kortól, nemtől függetlenül, akárhova megy az ember az élet bármilyen szférájába, nagyon gyakori, obszén, trágár kifejezésekbe botlunk, és én azt tapasztalom, hogy így az emberek erre már teljesen immunissá váltak, elfogadókká váltak, minap maga az Amerikai Egyesült Államok elnöke is hát eléggé csúnya szavakkal illetett egy riportert, amikor ugye a mikrofonja bekapcsolva maradt egy interjút követően. És persze utána bocsánatot kért, lerendezte, de hát mégiscsak azért ez is mutat valamit, hogy milyen szinten áll maga a közbeszéd, és akkor az átlag hétköznapi beszédről még nem is beszéltünk. Szóval szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy itt vagytok, és nagyon köszönöm, és örülök, hogy elindíthatjuk ezt a témát, és fontos talán erről beszélni, hogy megvizsgáljuk, hogy ez mikor, hogyan indult el a trágárság, az obszenitás, a vulgaritás, a káromkodás, mit gondol erről Isten, a Biblia, mit mond erről, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ezen változtassunk. Lehet, hogy a világot nem tudjuk megváltani, de legalább beszéljünk róla. Nos, akkor egy kis történeti visszatekintéssel talán kezdhetnénk, hogy mi a véleményetek, mindig is az emberiség része volt a csúnya beszéd, káromkodás, obszenitás? Nyilván ezek különböző fogalmak, de mégis van átfedés közöttük. Na, Biblia alapján, teremtés történet. Éva Ádám káromkodott? Nem hiszem, hanem ugye miután bűnbe esett az emberiség. Ugye a Biblia úgy beszél a sátáról, mint diaboloszról, rágalmazóról, káromlóról, és a Jelenések könyve így is, és a Jelenések könyve így fejezi ki, hogy a Jelenések 13-ban van leírva, hogy a fenevad, aki teljes volt, káromlásokkal volt teleírva. És az Antikrisztus azt mondja, hogy ő is káromlásokat szól a szájából, blaszfémia jön ki a szájából. Azaz az eredete, az a sátán. Hűha. Alapvetően szellemi, ördögi, sátáni eredete van a káromkodásnak, káromlásnak, becsmérésnek. Több szót használ a Biblia, majd esetleg egy pár egzegézist tudok mondani ezzel kapcsolatban. Ennek a forrása ő, alapvetően szellemi. Egyébként most csak egy gyorsan zárójelbe, én voltam olyan ember, aki nem volt még keresztény, újjászületett, és éltem a világban 25 évet. Uh-huh. És hadd mondjam el, én is káromkodtam. Uh-huh. Most már elképzelhetetlen számomra. Aznap este, amikor megtértem, és átmentem a sötétségből a világosságba, a sátán uralma alól az Isten országába, aznap este, mintha elvágták volna, soha többet nem káromkodtam. Másikra. Ez 32 éve volt. Hát pedig rendszeresen jött ki. Azaz, ebből is én azt látom, hogy alapvetően a sátán az, aki a káromlásnak, káromkodásnak az atya, és tőle származnak ezek, jönnek ki ezek a káromló beszédek, diabolikus beszédek, és a világ az, hogy mondott, kezdi megszokni, azt gondolom, egyre diabolikusabb világban élünk, és ez felgyorsult, hát most már nyilván ezt már előtt többet tud beszélni, különösen a 20. század második felében felgyorsult, a közbeszédben is. Uh-huh. De még én magam is. Még én is emlékszem rá, hogy még nem volt divat, nem lehetett. Azért ennyire nem, mint manapság, nem? Tehát pont ezen gondolkoztam én is, hogy azért még a kommunizmusban, jó, hát én nem sokat éltem benne, de azért a 80-as, 90-es években sem emlékszem én arra, hogy ilyen szinten tényleg... A közbeszédben. Igen, a közbeszédben, a politikusok szájából, a kultúrából, a ömlött volna művészetből, ilyen szinten de használták, Bibliában is benne van több helyen, hogy hogyan gyalázzák, rágalmazzák egymást. Például a rabsaké mondta az Ezékiásnak, hogy megeszitek a saját, megiszátok a saját vizet, stb. Ilyeneket. Szóval a gyalázás, ez a fajta trágár beszéd azért jelen volt.
És ezt használták nyilván arra, hogy uralmat vegyenek a másik. De majd akkor majd esetleg később beszélünk. Erről még akkor beszélünk, hogy a Bibliában. Jó, csak a történetben inkább azt átadnám, mert ez talán jobban tudok beszélni. Igen, Gyula, meg hogy így a művészetben, a kultúrában, irodalmi művekben is azért jó régre tekint vissza, igaz? Így igen, a csúnya igen. Szavaknak a használata. Igen. Tehát tulajdonképpen ugye kezdhetném ugyanott, ahogy a Józsi beszélte, az emberiség teremtés történeti lenyomatai ugye inkább a régészethez kapcsolódik. Tehát, hogy hogyan beszéltek az emberek, nyilván hangszalagok hiány nem maradt fönn, de nagyon sok lenyomata van, például a néprajzban, például azokban az ősi hagyománykincsekben, amikben ugye két téma tematikusan visszatér, bármelyik népnek a néprajzkincsét, mondavilágát tekintik, az egyik a szexualitás, az erre való hát az obszcenitás inkább, olyan fajta utalások, jelképrendszerek, amik mindig visszajönnek. A másik pedig bizonyos testi szükségleteinknek a kiforgatott alpári emlegetése, és a rokonsági kapcsolatok, ez már három. És ezeknek a keveréke tulajdonképpen az emberiségnek a káromkodás kultúrája, igen nagy idézőjelek között. Aha. És az egy nagyon érdekes folyamat, de nyilván egy negatív folyamat, de hát így tanulmányozásra sok szociológus, történész is megvizsgálhatja, és vizsgálják is, hogy ez a fajta káromkodás kincs hogyan árad ki a minden gát nélkül a hétköznapokra. Ugyanis egész hosszú évszázadokig, sőt évezredekig bizonyos elszigetelt nyelvhasználat volt a jellemző. Nagyon érdekes például, hogy volt a hétköznapi, köznapi, piaci nyelv, ami bizony mindig megengedett magának vaskosabb kifejezéseket, munkához kapcsolódó nyelv, és ha nem is egy szakrális nyelv, ami a vallásos rétegeknél mindig is jelen volt, de például a nemesség, az arisztokrácia, az, hogy kiválóságra törekednek, ugye én aztán alaposan benne voltam még a marxizmusban, a szocializmusban, ugye pont a rendszerváltás volt egy nagyon nagy élmény így fiatal koromban, és a megtérés, ez a kettő együtt volt szinte, és emlékszem arra, hogy ugye mindig gazdasági folyamatokkal írták csak le az emberiségnek a fejlődését. És igazából, ha eszük kulturális és szellemi folyamatok döntőbbek. És pont ez az egyik, hogy például a nemesség, az arisztokrácia, az mindig egy elnyomó rétegként hallottunk róla, hogy azok ugye mindig a jobbágyokat nyüstölték, egy ilyen elpuhult, élősködő, egy ilyen, és igazából ilyenek is voltak, de pont a magyar reformkornak a nagyjaira, ha gondolunk. Igen. Eredeti értelmében, hogy ez a régi latin kifejezés, a nemesség kötelez, az jellemre vonatkozott. Tehát arra, hogy az én beszédem, a jellemem egységben vannak. Tehát nem de más. Akkor ők nem káromkodtak? Valószínűleg nyilván a színfalak között megint csak nem tudunk, de arra ügyeltek, és most a Bidenhez kapcsolódnik, hogy a politikusok a mai kornak az elitje, hanem is a nemessége. Arra ügyeltek, hogy meg kell őrizni ők egy méltóságot, mert ez egy hivatalos helyzet. Mondhatta volna szebben is kislovag. Így van. Hivatalos helyzetekben pedig nem képmutatásként igen. kell úgymond szebben beszélni, ha megtiszteljük azt a közönséget, a tisztelet, az állampolgárokat, igen. akiket szolgálunk, hiszen a politikus eredeti értelme a szolgáló, a polisz, a városállamnak a szolgája. Hogy a prime minister kifejezés is az első miniszter, amiből aztán lett később az alkotmányos királyság, az angol alkotmányos királyság egy modell, amiből a miniszterelnök fogalma kialakult. Az első miniszter ugye nyilvánvalóan azt is jelentette, hogy az egész közösségnek az első szolgája. És ilyen módon csak visszatérek a beszédkultúrára, az, hogy például a nemesek szinte minden országban igyekeztek választékosan beszélni, abban volt egy igényszint. Persze nyilvánvalóan ezzel vissza is lehetett élni, túlzott finomkodás, ilyen ripacskodás, ilyen túlságos elszigeteltség, úgymond a köznéptől, de az már mégiscsak jelentette, hogyha valaki föl akart emelkedni, akár később, mikor már nem volt fontos a cím és a rang, csak a pénz, ez már a tőkés korszak volt, a polgári korszak, és ebben igazság is van, hogy ha valakinek nincs nemesi vagy arisztokrata származású, de van tehetsége, akkor föl tudjon emelkedni. Igen. És akkor megpróbáltak ehhez nivellálni, tehát olyan módon megtanulni egy olyan beszédkultúrát, ami igenis a tisztátalan, altesti, szexuális és trágár utalásokat legalábbis ahogy lehet, kezeli. Másik módon nem akarok most túl hosszasan ebbe belemenni. Tehát most akkor nagyon leegyszerűsítve azért régen, most bocsánat, hogy ilyen szélsőségesen fogalmazok, de a proli réteg engedte meg magának, hogy ezt szinte helyettem mondtad ki, ez így volt valóban. Csúnya használjon, igen. És bocsánat, csak nagyon följön bennem, Kun Béla ugye egy nevezetes magyar proletár, akinek a következő kijelentését hadd idézzem. Nem lesz szó szerint, de tartalmilag pontos, hogy nem számít az, hogy mi erkölcsös, mi erkölcstelen, csak az, hogy a proletár
proletáriátus érdekeitnek árt vagy használ. Ez teljesen nemhogy zárójelbe tevése a korábbi legalább 2000-es európai kultúrának, hanem a totális tagadása. Ugyanis a jó és a rossz fogalmát a bolsevizmus egy az egybe kidobta az ablakon. Ezt teszi majd a nácizmus is, de érdekes módon nem sokan tudják, vagy nem olyan közismert, a bolsevik vagy kommunista gondolat megelőzte a náci gondolatot. Hiszen már a 19. század közepén kiadták a kommunista kiáltványt, és az első komoly és agresszív fajelméletek majd a század vége felé kezdenek rendszereződni, és nagyon sokat a módszerekből, de ez már egy másik területre nem megyek el, átvett egyébként a náci propaganda, kommunista módszerekből. De ez már nem a mi témánk. A beszédre visszatérve, pedig hát valóban az látszik, hogy a tényleg mondhatjuk prolinak, de nem embereket akarunk lenézni. Persze. Az a beszédkultúra ma már szintézis lett. Tehát ez az átlag. Igen, igen. Ez az átlag. Józsi, kiegészítenéd valamivel? Hát ugye az, hogy valóban a kultúrnyelv, a kultúrbeszéd, ez az irodalomban, kultúrában, levelezésekben, ez a minimum volt. És ez tartott nagyon-nagyon sokáig. Nyilván ezek emberek is lehet, hogy beszéltek a magánszférájukban másképpen, mert ugye ha a sátán elnyomás alatt él egy ember, akkor a Biblia azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj. Szóval lehet látni embereknél, hogy milyen jól tud viselkedni. Ugye itt is csak az volt a probléma, hogy bekapcsolva hagyta a mikrofont. Azaz, érted, hogy a szív bőségéből szól a száj, ugye az azt jelenti, hogy az ember úgy van a szeretében, úgy mondja Jézus, hogy a szívnek a túlcsordulásából, túlfajásából szól a száj, és a jó ember az ő szívének a jó kincseit hozza elő, a rossz ember meg az ő szívének a gonosz kincseit hozza elő. De most, amikor az ember viselkedik, piszi beszél, akkor ugye előveszi mindig a válogat a szívében, van valami szívében, és akkor ott előveszi a jót, és akkor szépen megfogalmazza, mond egy-két idegen szót, és akkor ő kultúrember, tudod. De legalább még egy időben viselkedtek. És ez jó. De amikor belerúg mondjuk a lábujjával a fotelbe, akkor derül ki, hogy valójában mi van a szívében, amikor fejetet érálnak a dolgok, akkor az ember életében hirtelen, akkor prés nyomás alá kerül, akkor kifolyik a szívem benne levő valóság, az alja is, a sepleje is. Így van. És ezért mondom, hogy igazából mindig is megvolt az, csak megtanultak viselkedni az emberek, és ez a fajta viselkedés kultúra foszlott széllyel, ahogyan az ördög egyre nagyobb uralmat vesz az emberiség fölött, a rágalmazó, szoktatja valóban az embereket hozzá, nyugodtan mondja egy politikus a másikra, hogy lop. Ilyet régen nem mondtak, hogy XY lop. De ez még egy enyhe kifejezés. Csak mondom, még emlékszem, amikor volt a forduló, a ezredforduló, akkoriban kezdtek ilyeneket mondani, hogy lop, XY lop. Ne lopjon parlamentbe. És akkor emlékszem, hogy teljesen elvörösödtem, meg elfehérettem. Hát nekem megmondom őszintén, az Összödi beszéd volt egy olyan fordulat a politikai... Hát amikor lehet, hogy én voltam a naív kislány addig, de hogy így fejemhez kaptam, hogy hát jó ég, beszélnek ezek a bácsik egymás között? Az egy penetráns, gusztustalan beszéd. Most nem a tartalmára gondolok én, hanem ahogyan ezt elkifejezte, és sajnos ott megint idézték, volt egy filmet, csináltak egy filmet, és ott is. Annak is ez a címe már, és engem zavar ez. Nem tudom, ti hogy vagytok fele. Oké, hogy azt kritizálja, azt az egész milliót, meg mindent, de mégiscsak ezt a stílust közvetíti, nem Gyula? Dehogy nem. Tehát ez már egy nagyon érdekes felelősség a médiának, ugye ez valamelyest így az én szakterületem, hogy megjelenít egy valóságot, ez rendben, de ezt katalizátorként föl lehet igenis erősíteni. Például egy műalkotás, nekem is nagyon zavart ez a címot, az a piros X, és akkor most ezt hogy ejtsük ki? A gyereknek nem tudtam elmagyarázni, hogy akkor ez most mi. Igen. Tehát gyakorlatilag ugye az egész folyamat, hogy én is ehhez kapcsolódnék, amiről beszélt a Józsi is, hogy ez a fajta trágár közbeszéd, vagy a minden gátot eltörlő bárki, bármit, bármikor, bárkinek mondhat, ez igazából azért a 19. század vége felé kezd megint
megindulni tömeges méretekben, és egy olyan kultúrantropológiai, ha mondhatom, fogalom is tetten érhető, hogy az elit kultúrát leváltja a tömegkultúra. A kettő mindig együtt élt egymással. Tehát voltak középkori bohózatok, és volt Shakespeare. Voltak egész egyszerű falusi zenei mulatságok, és voltak mély, ugye Haydn, Mozart, Beethoven koncertek. Ezek egy, de volt egy éles különbség. Az elit kultúra, az a választékos, kevesek által elérhető gazdag embereknek a művelésére, szórakozásra, a tömegkultúra, meg a pornépé. És valamikor a 19. század végén, ez az ipari forradalom miatt volt, bejött a mozi, aztán 20-as évektől a rádió, az egész megfordult, és az elit kultúra ma már egy ilyen nagyon kevesek által, inkább ilyen bogaras urak, hölgyeknek a szórakozása. És ott is már jelen van az obszcenitás. Igen, így van, erről is majd beszélek, hogy a művészetnek azok az avantgárdnak mondott változatai, akik az avantgárd, hogy azt jelenti, hogy előőrs, hogy én benyomulok egy területre, és azt a területet aztán szépen ki tudom tágítani, és aztán az én kultúrám, az én szövegem, az meghatározóvá válik. És akkor az ember kicsit úgy érzi, hogy valaki lett ebben a műfajban, és már nem csak a műfajban, hanem ugye itt olyan youtuberek, influencerekre is majd esetleg elkanyarodhatnánk. Százezres, milliós nézettsége van. Tehát nem az a baj, hogy a tömegkultúra lett ma már szinte az általános, hanem hogy mit hordoz, hogy mi van rajta, hogy mit katalizál, és itt tulajdonképpen a népszerűséget, én nagyobbat mondok, mint az előző nap a másik youtuber, átlépek olyan határokat, ugye nem akarok elkanyarodni a témánktól, de a vetkőzős videók, a különböző testrészeknek a akár fizetős, akár ingyenes szolgáltatásokból megnézve, összekapcsolódik számomra, hogy milyen beszédkultúrát is engedek meg. Mind a kettő beszennyezi a személyiséget. Tehát itt van egy hatás-ellenhatás törvény. Én még úgy tanultam fizikában, hogy ha nyomom ezt az asztalt, az asztal is nyomja vissza a kezemet. De ugyanakkor, hogyha én rám hat a tömegkultúra, egy idő után én is föl akarom azt, most egy feltételezett youtuber szemszögéből nem vagyok az, én is hatást akarok gyakorolni, egyrészt, mert ebből élek, a másrészt az emberi egónak egy iszonyatos nagy ajnározása, hogy én menő vagyok, és százezres a nézettségem. Igen. De talán a youtuberekről később. Igen, talán még az jobban kivesézzük, de akkor, tehát egy kicsit akkor a gyökereket vizsgálva, te azt mondod, hogy ez a tömeges, akkor hogy is fogalmazzak, trágárkodás, káromkodásnak a kultúrája összefüggésben van a polgárosodás folyamatával, illetve a bolsevik marxista gondolkozásmódnak a beszivárgásával. Bár ugye ez nyugaton is megjelenik, nem? Magában a polgárosodás kultúrája leváltja a feudális nemesi jellegű gondokat, és ez nem lett volna önmagában a trágársággal egyenértékű, de valóban pont a bolsevik kultúra azért a nyugaton most nagyon látjuk, hogy jelen van, a 20. század elején üldözött volt az egész ideológia, de bejött még valami, az újságírók nyelvezete, a populáris média, az már mindenhol mindig, ha mondhatjuk leegyszerűsítve, baloldali jellegű életformákat és értékrendeket valósított meg. Volt és van most is egy szűk, most már szűkülő jobboldali típusú, konzervatív, stílusú újságírás, most már egészen marginális, például Amerikában és Angliában, mert a médiának az általános nyelvezete, és most nem politikáról beszélek, amikor baloldali értékrendet, igen, hanem igen. Viselkedés kultúráról, ideológiáról és világnézetről inkább. Igen. És ebben a szlengek és a nyelvi határoknak a sokkal lazább kezelése, ez már nagyon-nagyon régen benne volt. Mert ugye ezt a munkás réteget akarták elérni, megszólítani. Megértik. Én nekem egyik főiskolai tanárom, emlékszem, a áldott emlékezetű Párdányi tanár úr mondta, hogy a Kádár rendszer ideológiáját ugye egyszerű proli nyelven a Marosán György, egy régi pártember tudta eladni. Oda ment a munkások, hogy most nem fogom idézni, milyen stőrből. Ezt és ezt, értsétek már meg. És akkor úgy érezték, hogy leszállt arra a szintre, ez az ő haverjuk, és a rendszer elfogadhatóbbá vált. Na most ez zajlik az interneten. Most nem egy rendszert akarnak elfogadhatóbbá tenni, hanem azt a korszellemet, amiről ugye beszélt a Józsi, és ami között tudjuk, hogy ki áll egy személy. Igen. Tehát ne feledkezzünk meg, igen, azért a szellemi így van, hátteréről így van. Sem. Ez mindig az, de azért akkor a hajlam sajnos a romlott emberben ott van, nem, Józsi? Ha nem hajlam van benne, hanem a sátán elnyomás alatt él az emberiség. Úgy mondja a Biblia, hogy e világnak az istene a sátán. És az ő alaptermészete a rágalmazás, káromlás, obszcenitás, perverzitás. Ez a sátánnak a természete, és az ő szolgáinak, démonjainak, angyalainak a természete, és ebből
ad az embereknek, és ugye ami tömeg hatást tud gyakorolni, kultúra, mozi, YouTube, stb. Ezeken keresztül démonizálja az emberiséget, mint egy alakítja a saját képmására, és igyekszik uralmat gyakorolni. Ugye nagyon jól tudja, hogy a nyelv az teremtő erő. Hát ő ezt nagyon jól tudja, és a trágársággal is lehet teremteni. És a diabolikus beszéd az egyben azt is jelenti, hogy összekuszáló beszéd. Uh-huh. Össze lehet zavarni dolgokat, a rendet föl lehet bontani, gonosz beszédekkel, gyalászkodó beszédekkel forradalmat lehet csinálni. Uh-huh. Szóval egyszerűen teremtő erő van benne, és a sátán így ezzel teremt az emberek életébe, és démonizálja egyik ember a másikat beszélt. Tehát ugye ti is tudjátok, hogy hallasz egy káromkodás, utána lehet, hogy egész nap kell a fejedből üzni, mert igen, szinte újra és van. Újra próbál, az a gondolaton pedig megvan írva, hogy amiket azok cselekednek, még égtelen, csak mondani is, és tudjuk, hogy a gondolat az már egyfajta mondás, még ki nem mondtam ki, de oda benn már hangzik valami. Ott motoszkál. És az ember, és nem akarom mondani ezt a szót, mert én 32 éve nem mondtam ilyen szót ki, és hogy ad mondjam még, hogy és vannak határeset szavak. És hallottam egyébként embereket, akiket nagyra becsülök, meg jó kereszténynek is tartok, néha olyan szavakat mondani, most nem akarom, ez betű szavakat, amiket na ez is egy jó kérdés, igen, hogy mi számít határ, ebbe vita van, ez, én igen, azt ez látom. Egy kulturális kérdés is egyben, de mégis van mögötte szellem, attól függ, hogy milyen szellem van mögötte, egy biztos, hogy én... Nyilván nekem a szüleim pedagógusok voltak, és azért vigyáztak, ők is káromkodtak, de mégis volt egy kulturális határ. Határ, aha. Igen, és megtanították is, hogy amíg nem beszélsz, mert szádra vágok, verek, aha, és, aha. És ezért, amikor hallgatok ilyen szavakat, akkor is úgy mondom, megüt, hogy nem kéne mondani. Nem ez való már, egy keresztény szájában. Ez már profanitás. Nem mondanám, hogy blaszfémikus, de profánnak profán, nem szent. Közönséges. Alpári. Nem használhat ilyen szót egy ember, még eszembe se jusson, mert úgy érzem, már ezzel beszennyeztem magamat. Mert ugye az ember, mert ugye a gondolat az nem itt születik. A gondolat a szívbe születik, szívből származik. Ti is tudjátok, hogy van olyan, hogy valaki például akar mondani valamit, és nem jut eszébe a megfelelő kifejezés, de a gondolat benned van, de a kifejezés, és nem jön ki, itt van az akadály, nem itt van az akadály, hanem itt van az akadály, és elmondják emberek, akik agybérzésre volt, hogy ő teljesen tudatában van, és ugyanolyan intelligens, mint volt, csak igen. Nem tudja elmondani. Igen. Hogy a szívből származik, és itt kap fogalmakat az ember agyában, itt kap meg a nyelvi kifejezéseket az embernek a gondolata, és hogy az embernek a szellemét elfoglalja a sátán, akkor ha a kultúra rá van rakva, a kultúra igája, most így fejezem ki, megzabolázza ezt a szörnyűséget, de ha nagyon démonikus, akkor kiugrik, kilóg a szög a zsákból. Szóval egyszerűen kijön belőle az, ami igazából benne van időnként, mint most láss Biden, vagy másnál is, és másoknál is derültek ki ilyenek, tudom, a mikrofonot ugye, ez függőség... Ez egy média jelenség, a bekapcsolt mikrofonokat, erről külön tanulmányokat írtak, rengetegen így buktak le. Igen. Kiderült, hogy ez egy trágár ember, pedig egyébként tök jó viselkedik. A kis konszolidált öreg uras imidzse ezzel a aztán padlót annyi, fogott, igen, igaz? A katolikus is. Én eddig sem gondoltam róla, Sleepy igen. Joe. Most igen. Már más Joe-t kell ráaggatni. Na, de visszatérve, amit ecsetelsz, nagyon érdekes volt. Ugye, hogy ez olyan szintet is üthet, hogy már szinte függőségé válik a káromkodás? Abszolút. Uh-huh. Abszolút. Vannak emberek képtelen kötőszavak nélkül beszélni. Igen. Közlekedésben annyira terhes ez, bocsánat, egy utóbbi élményem, hogy kamaszokkal utazunk együtt, egy tömötöm buszon, egyébként naponta tanítok ilyen nemzedéket, és nincs velük semmi baj. De az ő saját kultúrájuk, hogy egy tömött villamoson elviselhetetlen érzést tud kelteni, mert merekülne az ember. És nem azért hangsúlyozom, nehogy valaki félrejtse, hogy a másik embert ne jobbnak gondolom magam, hanem elviselhetetlen menekülési érzete lesz az embernek, mert pontos azt a régi világot érzi vissza, amit már megszabadult, és szívéből kivetette. Igen. És valóban azt a szennyeződés, ez nem finomkodás, nem hiszem, hogy egy ilyen felettes énből beszélek. Nem. Egyszerűen úgy érzi az ember, hogy mintha
Tehát beszennyezték volna. Úgy örülök, hogy benneteket is ennyire zavar ez nagyon, a jelenség. Nagyon. Hát nem lehet, a simán megnézni egy filmet. Na hát az is egy külön téma, arról is beszélgetünk. Ebben profi vagy, de hát én ugye a lányaim mondják, én nem tudok úgy angolul, nekem nincs nyelvvizsgám. Na csak hallgattam az előző. De nem kell, Józsi, lehetsz politikus. De nem leszek. Nem leszel? Én politikus vagyok, nem szakmaszer szerint, hanem egyébként szeretnék politikus lenni, már mint átgondolt ember. Majd az Isten országában. Szóval a lényeg az, hogy a lányaim viszont meg a feleségem ugye angol tanár, de a lányaim is kiválóan beszélnek angolul, és mondják, hogy apa, figyelj, ez nem ezt mondta. Ő nézte az eredet, ő nem ezt mondta. Ugye a magyar ráteszed lapáttal. Olyanokat, nézd, ez kell, mit kikkal kiskapcsol az ember, és nem tudom nézni, pedig tudom, hogy jó. Én már fordítottat is láttam, hála Istennek, hozzáteszem, hogy az angolba röpködtek az F betűs, meg nem tudom milyen betűs szavak, és a magyar meg visszafogta. Én már ilyenbe is belefutottam. Hát az nagyon jó, akkor az nagyon ritka, mert egy általában az ellentéte van általában. A magyar nyelv híres arról, ugye ezt nyilván tudjátok ti is, hogy a káromkodási kultúrája itt sokkal szélesebb spektrumot le tud képezni. Szépen fogalmaztam. De mondjuk minden területen, minden területen nagyon színes a magyar szókincs, ugye? És így van ez a káromkodás. Így van, és ugye nagyon sok területet is érint a felsoroltakon kívül, de aztán nemrég olvastam, hogy ez így a mediterrán és a szláv kultúrában szintén nagyon erős. Ugye angolban ismerünk tényleg néhány ilyen F-betűs szót, hármat, négyet használnak, unos untalanul. Borzasztó. De egy nagyon érdekes, hadd kapcsolódjak a Józsi egyik mondatához, az agy működésről nemrég erről olvastam valamit, hogy akinek az agya megsérül, az egyik vagy másik lebeny, és nem tud beszélni, és elkezd lassan. A káromkodás az első, ami följön. Tehát a tudatnak egy olyan szintjén van, a tudatnak egy olyan szintjén van, és ez már teljesen biblikusan, úgymond a rendes, tehát az elfogadott világi neurobiológia és a szellemről való bibliai látásnak egy érdekes metszete ez, hogy a mélyen, ugye, igazából az óember lakik. És amikor megsérül a tudat, és az embernek nem működnek úgy a funkciói, akkor ezek nem a szavak tud disztingválni. Ezek a szavak jönnek fel. Ó, de síralmas. Szóval kutatók így abszolút leírták tanulmány szerint. Lehet, hogy nem újjá született keresztények voltak ezek az emberek. Igen. Mert annak talán más jönne fel. Reméljük. Igen, nem kéne, hogy így legyen. Arra reflektálok, amit mondtál, hogy amikor a kulturális álca lemegy, vagy nem kell viselkedni, akkor az embernek a veleje, akár a négy fal között, akár a bekapcsolt mikrofonnal ki tud törni. Tehát magyarul sok üzenete lehet egy ilyen beszélgetésnek, és rendkívül élvezem én is, hogy itt lehetek, és nagy dolognak érzem, de az, hogy a szintézis teremtsünk a beszédeink között, ha vannak ilyen különbségek, a nyilvánosság és a családi beszédnek legjobb esetben harmonikusan tisztában kéne lenni. Hát a tiszta az, aki most az a tiszta, pont ez a Biden cikket, miért átküldtétek volna, már én is hallottam, olvastam, és mondta az ott eszembe, hogy hát most a Biden úrnak a szíve tiszta lenne, nem lenne bajba, ha bekapcsolom marad a mikrofon. Azaz, hogyha én nekem a telefonon bekapcsolom marad, akkor nem kéne szégyelnem, hogy miről beszél, bárki hallhatja, mert otthon sem káromkodok, hála Istennek. Meg most nála, hogyha kap egy kellemetlen kérdést egy riportertől, tehát miért így kell reagálni rá? Szóval ez nekem már megint egy olyan színvonalat tükröz, ami nem méltó, azt gondolom, a világ első számú vezetőjéhez. Pontosan, tehát ő valószínűleg húz egy éles határt a hétköznapi ember és a politikai ember között. És ez veszélyes azért a politikában, hogy hozzáteszem szerényen, mert ugye nem művelem ezt a nem tudom milyen belülről politikusnak lenni. De média szempontból nagyon érdekes téma, hogy ez a nagy határ, hogy most politikusként viselkedik-e az illető, vagy magánemberként, ha ez túlságosan kinyílik ez az olló, akkor rámehet az ember. Egy skizofrén helyzetbe kerül. Tehát egy kettős lélek, kettős lelkűségről. Persze, így van. Nem csak kettős beszédről skizofrén beszél a Biblia, hanem kettős lelkűségről. Ne véje az ilyen, hogy valamit kaphat az Istentől, a két pszichéi ember. Még így a történeti vetületre visszatérve, olvastam egy cikket, és nagyon érdekes volt a számomra, hogy ugye azt taglalta a cikk, hogy az első írásos leletek mikortól származnak, amik már ilyen káromkodásos, meg trágárságos, trágár kifejezéseket tartalmaznak. És azt írta a cikk, hogy érdekes módon már az elejétől kezdve így az Isten szidalmazásával állt összefüggésbe, amiről te is beszéltél, a káromkodás, és egy csomó szó, amit talán ma is használunk, és már nem tűnik olyan ártalmasnak,
valamennyire Isten gyalázásával, szidalmazásával áll összefüggésben, és régen ezt büntették, tehát például falun megverték azt, aki ilyen szavakat mondott. Hát igen, és a Bibliában le van írva egy csomó ilyen, hogy például aki Isten szidalmazta a törvény alapján, meg kellett kövezni. Nem lehetett hagyni békén. Aki blaszfémiát gyakorolt, Isten káromlást mondott, az ilyen embernek nem volt szabad életbe hagyni a zsidóságnál törvény alatt. A később lehet látni, hogy pont mondjuk a szidalmazta az Izraelnek az Istenét, a rabsakét, a Szanhérib. Igen. És ezt a szidalmazó levelet tekerte ki az Úr elé a templomba Ezékiás, és mondta, Uram, most nézd meg, olvasd el. Igen. És annak az eredmény lett az, hogy Isten megverte Szanhéribet, és saját gyerekei ölték meg, a seregét pedig egy éjszak alatt 185 ezer embert pusztított el Isten. Szóval elképesztő, hogy de most hadd mondjak valamit, hogy a Dávid, a Góliát és a Dávidot becsmérelte, és ott is becsmérelte, ott le van írva, az Istent is. És akkor mondja Dávid, ki az a körülmetéletlen, aki szidalmazza az élő Istennek a seregét. És amikor valaki szidalmazta, igazából az Istent is szidalmazták ilyenkor. És ugye igazán miről van itt szó? A szidalmazás egyfajta uralomvétel, hatalomvétel a másik fölött. Amikor emberek így ilyen kajakra mondják ki ezeket a káromló beszédeket, ennek nincs más oka, ő uralmat akar venni a környezete fölött, a másiknak a személyisége fölött, olyan botránkozást hoz létre a másikból, hogy az ne tudjon megszólalni, és ő vegyen uralmat. Ugye a Biblia mondja, hogy a Zsoltárban mondja, hogy a nyelvünkkel felülkerekedünk. Uh-huh. Van ilyen, hogy valaki a nyelvivel akar felülkerekedni a másik fölött, nagyon rossz szokás. Ilyen verbális erőszak. Nagyon rossz szokás, és ilyenkor, amikor ezt érzem, általában háttérre szoktam vonulni, én ebben nem vagyok partner, szóval nem fogok. Nincs értelme ilyen szócsatákba. Nincs értelme botorvitatkozásokba belemenni, meg ilyesmibe. Meg ha érzem azt, hogy valaki le akar nyomni, az ember ilyenkor úgy van vele, hát akkor persze hagyjuk ezt, nincs értelme. Igen. De hogy ez a káromlással uralmat lehet venni. Mm. Hát ezért gyalázta Dávidot. Tehát van egy szellemi töltete, igaz? Így van, abszolút. Ez a sátáni erő szabadul föl. Ha valakit gyaláznak, rágalmaznak, elmondják, hogy milyen szerencsétlen, hülye, stb. És ezek a csúnya szavak hordozzák ezt. Így van, démonikus erő lehet mögötte, és a tényleg obszcenitás mögött nyilvánvalóan van is. Uh-huh. Most az, hogy valaki azt mondja másodt, tehát hogy hülye, most már nem állítom, hogy a mögött mindenféleképpen van démon, ezt nem mondom. Ugye itt a Bibliában benne van a Jézus. A Máté 5, igen. Ezt akartam idézni. Igen. De ott az a rákaszó, az nem csak azt jelenti, hogy valaki nem teljesen százas, hanem abban van egy becsmérlő jelleg. Hogy a rákaszó jelentése az nem is tudom, hol föl is írtam itt, azt is jelenti, hogy szemét. Aha. Szóval nem azt jelenti, hogy bolond, vagy hülye, hanem azt is jelenti, hogy te szemét. Szóval tehát akkor az több, mint hülye. Így van. Bár nyilván a hülyese, nekem már az is egy olyan szó. Az is egy határeset. Ugye? Így van, de igen. Ha már itt konkrét szavakon is szeretnénk egy kicsit lovagolni. Igen, igen. Ez egy határeset, azt gondolom, hogy van ennek... Na, szóval van egy olyan sáv, amit azt gondolom, hogy ha valaki abba belemegy, de kijön belőle, akkor nem lesz. De van olyan, hogy nem fog vétkezni, vagy megbánja, akkor Isten megbocsát neki. Nem mindegy, nem, hogy milyen körülmények között mondjuk, mire mondjuk, milyen. De vannak bizonyos határok, amit nem lehet átlépni, azt gondolom, egy kereszténynek, ha nem akar démonizálódni. És nem akarja, hogy a sátán használja a nyelvét, hogy a sátán teremtő erőként használja. Nem véletlen mondja a Biblia, hogy aki beszédben nem vétkezik, tökéletes ember, és fékezhetetlen gonosz a nyelv. Én sok-sok kereszténynél láttam, hogy érte valami olyan, hogy mert nekem is volt ilyen, hogy mondjuk ami belerúg az ember, majd is van a lába, és akkor nem a csúnya szó jön ki, hanem elkezd automatikusan nyelveken szólni. Tényleg? Igen. A szív teljességéből szól a száj. Egyszerűen felsóhajt, vagy felkiált is, Uram, segíts, vagy. Megtapasztaltam ezt, hogy igenis van szellemi határ, van a sötétség és a világosság között szellemi határvonal, és az embernek a szíve nagyon fontos, hogy el legyen választva, és ha ilyen közegben mozog, utána le kell mosakodni az embernek, mert különben bemocskolódik, és azzal fog álmodni. Tehát akkor van nagy ereje, vagy lehet ez ereje ezeknek a szavaknak, a Bibliában is ezt tapasztaljuk, és hogy azért ilyen átkot is közvetíthet. Azt is jelenti egyébként, van olyan szó, ami becsmérlés, átkot, becsmérlés,
lekicsinlés, átok, hát itt van mondjuk a, igen, a kalál, amikor például a sémei szidalmazta Dávidot, ott a kalál szó szerepel, a gyilkos, vérszopó állnok ember, emlékeztek, amikor ment kifele, ugye Jeruzsálemből vonult ki a fia elől, Absalom elől, igen. Ugye általában ilyenkor szoktak rátenni még egy lapáttal, aki fekszik, abban lehet belerudni jobban. Ezt ismerjük, ezt a jelenséget. És akkor jött a sémei rátenni egy lapáttal. A kálálozott, kálál, és azt jelenti, hogy leértékeli, az megveti. Az csúnya szónak számított akkoriban vajon? Hogy vérszopó. Hogyne. Fiam, manapság, ha valaki ezt mondja, hogy vérszopó, az nem trágár, de nyilván szidalmazó. Hogyne. Hát azt jelenti, hogy gyilkos. Gyilkos. És azt, hogy leértékel, azt jelenti, Kálál azt jelenti, hogy leértékel, megvet, átkoz, kevésre becsül. Ez a jelentése. Hogy alja lesz, lenyomja. Gyakorlatilag uralmat vesz fölötte, lenyomja az embert. Ez egy annyira agresszív, gyűlölködő erő van ezek mögött. És amikor ilyen srácok beszélnek, és akkor mondják, igen, a B-betű szavakat, nem szól másról, mint hogy ő magát följebb nyomja a másiknál, és nyilván más rákontráz, és akkor így lesz ebből egy olyan párbeszéd, amit nem is neveznék nyelvi beszédnek, inkább valami szennyvíz folyás. És annyira így van, nagyon jó volt, amit mondtál, bocsánat, olyan szempontból is, hogy ugyanezt, nem tudva a bibliai gondolatmenetről, teljesen úgymond világi pszichológusok is vizsgálták, és pont erre a következtetésre jutottak, hogy egyfajta uralomgyakorlás és megerősítése az egónak. Tehát nézzetek, nem szeretünk nézni ilyen párbeszédeket akár filmen, de valóban, ha valaki mond egy szándékosan brutális, hogy le tudja taglózni a másik embert. Megmerevedik, mondjuk egy családanya, nem csak, hogy nem hallott ilyen szót, hanem rámondták vele való összefüggés, hogy te utolsó ízés, akkor mondjam. Igen. Tehát őt ez lesokkolja, és szerintem nem tudatos, aki ezt használja, az nem tervezi meg, hogy így egyszerűen ösztönszerűen följön ez belőle, démonikusan följön. Borzasztó. És tényleg, tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy az a szellemvilág, amiben mi hiszük és tudjuk, hogy létezik, ennek lépten nyomon a materiális leképeződései ott vannak körülöttünk, például a beszédben. Uh-huh. És egy másik példa, gondoljatok bele, én ritkán voltam foci meccsen, talán kétszer, vagy háromszor. Nem lehet egyet. De gyakorlatilag ugyanezt a beszédet tömeg. Én szeretem. Ott állt mögöttem, egyszerre voltam a grupam a arénában, és ott állt mögöttem egy kedves család. A családi szektorban mentünk ki a fiammal, abszolút nagyon ritkán, és gondoltam, hogy ez neki is tényleg egy élmény, most megnézzük, és családi szektor a legbiztonságosabb hely. És ott állt mögöttem két kis, nagyon kedves kisgyerek, ilyen ki voltak festve, direkt nem mondom az adott csapatnak a színével, és oda egy rigmust mondott, tehát egy megvallást tett a csapat. Ugye minden csapatnak van egy ilyen hagyományos, és én nem ismertem, hogy mi ez, és hallgattam, és odaértek egy iszonyatosan mocskos a másik csapat szidalmazására. És ezek a kisgyerekek jól fésülten, jól öltözötten, apuka, anyuka ott volt, ugyanúgy kimondták ezeket a szavakat, tehát azonosultak egy több ezeres olyan tömeggel, aki uralmat akar venni, tudatosan fele. Vagy anélkül a másik felett. Ugye leértékelő szavak voltak, borzalmas, brutális, obszcén szavak voltak, és ez benne volt abban a rituáléban, hogy mi úgymond elmondjuk a saját csapatunkat. Ez a foci kultúra része. És nézzük az arcokat, is, ha megnézed, föl tudnak ilyenkor erősödni, szinte fizikálisan. Nem csak a B középről beszélek, hanem gyakorlatilag mondom, egyszerű átlagemberek, és hogy egy nagyot ugorjak, de nem ok nélkül, a nácizmus kultúrájában, amikor voltak a nürnbergi pártnapok, amikor tényleg irdatlan nagy tömegeket össze sikerült ugye Hitlernek gyűjtenie, és szintén tettek ilyen úgymond megvallásokat, ezt a szót kell, hogy használjuk. Zsidókat becsmérelték. A becsmérlést egy olyan szintre föl tudták emelni, meg a saját fajuknak úgymond a fölemelését, hogy ezek a kimondott szavak energizáltak valóban olyan tetteket, amiket aztán később a harctéren, Ukrajnában, Lengyelországban valóra váltottak. Nem csak ezek a szavak, nyilván nem akarom leegyszerűsíteni, az oktatásban is letették ugye évtizedeken át ezeket a dolgokat. Összeadódott. Hát de része volt. És később ugye ott voltak megint csak Nürnbergben, de ugye már az amerikaiak által lefolytatott perek, és kérdezték, hogy ki a felelős, és hogy felúcsúttak volna álomból. Hogy mit csináltuk ezeket? Tömeggyilkossággal? Tényleg olyan démonikus erők. Elővették az oktatást, persze, de elővették azokat a csodálatos, eufórikus pártnapokat, amikor több százezren vagy millióan kiáltottak jelszavakat. Tehát iszonyú aktuális a beszédnek az ereje. Igen. Magánéletben is, és közösségben is.
Ez, ha azt gondolnák, hogy nincs szellemvilág, akkor ez az első és legnagyobb bizonyíték arra, hogy van. Igen. Tehát és én... ugye visszatérve még itt a szavakra, manapság vannak olyan kifejezések, amik enyhébbnek tűnnek, de így utána olvasva, hát régen azért azok súlyos betegségekre igen. és súlyos dolgokra vonatkoztak, és hát manapság mondom, ezeket már nem is számítanak talán annyira csúnya beszédnek, tehát hogy érdemes azért ezeknek is utána menni, igaz, és megvizsgálni ezeknek az eredetét, hátterét, jelentéstartalmát, mielőtt az ember dobálózna igen. ezekkel a szavakkal. Józsi, valamit nagyon keresel, ha idéznél valamit a Bibliából, csak igen, nyugodtan. Azért. Kolosse 3:8, azt mondja, most pedig, igen, azt mondja, igen, 7. verszak, melyikben ti is jártatok régen, te mikor éltetek azokban, én emlékszem. Bár nem szeretek rá visszaemlékezni. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, a szátokból a káromkodást, gyalázatos beszédet, ugye itt ilyen igazán trágárság van, a iszkológia, trágárság, mocskos beszédet. Direkt mondja a Biblia, hogy ebből meg kell térni. Egy keresztény, amikor megtér, egyébként mondom nekem, így elvágták. De ez olyan csodálatos. Ez csodálatos, és nagyon hálás vagyok Istennek, és ebből látom, hogy ez alapvetően szellemi. Nem a kultúrám része volt, vagy nem kulturális dolog volt bennem, hanem démonok. Valamikor, amikor a kamaszkoromban ott a gyerekek egymással beszélgettünk, szerintem akkor szívtam igen, be. Ugye a kamaszkor az egy különösen kitett veszélyes időszak ebből a szempontból, hát mert ezt hallom én is, hogy még keresztény iskolák berkeiben belül is sajnos szedik föl ezt a szóhasználatot. Nem tudom, te mit tapasztalsz. Hát igen. Azt mondhatnám, hogy olyan, hogy beszéltünk is róla, hogy küzdünk ez ellen, de vigyázni kell, hogy egy dogmatikus szabályokat, hogy a szabályra szabály elve alapján, ez nem annyira meggyőző már ebben a emlegetett érzékeny kamaszkorban. Érveket lehet hozni erre, pont amit itt nagyon jó, hogy hallottunk, hogy az ember beszennyezi magát, hosszú távon árt magának, mert valóban ez egy függőség. Valóban olyan könnyű ezeket a szavakat kimondani, és ugye, hogyha rákanyarodunk mondjuk az internet világába, a legnépszerűbb youtuberek szóhasználatára és a többiekre, ezek valóban kötőszóként hangzanak igen. el, és egy idő után, akik ezeket az embereket figyelik, hallgatják, olyan automatikusan veszik át, mint az öltözködés kultúrák. Mindjárt kanyarodjunk rá a YouTube-ra, de engem még érdekelne, hogy az irodalomban, a klasszikus irodalomban mennyire kapott helyet a trágár szó kifejezése? Inkább az 20. század másik fele, nem? Ha visszakanyarodhatunk egy kicsit korábban, marginálisan, igen, a legkorábbi középkori, úgymond diáktréfák, dalok, a vágáns költészet, így hívják azt a fajta irányzatot. Volt ugye egy egyházi liturgikus költészet, és a zenével összefüggő. Na, de az prolinak számított. Így van. Pont amiről beszéltél. Az a fajta, ugye ennek a legismertebb a Carmina Burana versgyűjtemény, meg a Villon versek, amik tulajdonképpen tele voltak egy ilyen, azt mondhatnánk, egy ilyen hippi életérzéssel, középkorias formában. Utazás, pornográfia, igen. rendkívül igen. sok ilyen párkapcsolat, örömlányokkal igen. kocsmákban, állandó lerészegedés, és ennek egy ilyen furcsa, ami tényleg egy ilyen hedonista dobzódáshoz hasonlít, és ebből jöttek versek, amiket aztán az irodalomtudomány nagyon álszemérmes módon, ugye külön csak a magok történetise, meg versmérték, meg ritmus miatt, hogy szeret idézgetni, pedig volt komoly szellemi tartalma. És utána ugye ez mindig fönnmaradt, tudtak róla, és akkor emlegetett 19. század végén bejöttek a szimbolisták, meg az avantgárd költészet, és hirtelen középre helyeződött ez a marginális ízlésvilág. Proust, stb. Igen, meg a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, akiket olvastál ilyeneket? Ha ezt sajnos kellett, hogy abban az időben, hogyha nem olvasott az ember ilyet, akkor nem volt az ember, érted, és hát pedig annyira szenvedtem tőle. Kötet a hón alatt, és akkor... És akkor az tele volt tűzdelve ilyen. Hát voltak benne, igen. De még a magyar irodalomban is, ugye... Igen, most olvastam Csokonai Vitt, de általában Csokonainak is van olyan verse, ahol olyan szót használ, ami azért... Most mondok egy merész dolgot, hogy a reformáció a hitvitáiban is. Igen, igen, még a német reformációban, de a magyarban is a protestáns prédikátorok bevitték, de más szempontból. Tehát ők gyakorlatilag... Le akarták nyomni a katolicizmust, igen. és használták azokat a szavakat, amiket most nem is mondanánk. Viszont ez egy kőkemény szellemi konfrontáció volt, amit nem biztos, hogy ők jól fogtak föl. Muszáj megkérdeznem, szabad ne feled, Józsi, szerinted a proféták káromkodtak?
Nem hiszem. Nem biztos, nem, hogy nem. Biztos? Szent ember, Isten előtt álltak. Lehet, hogy mondtak a polgárpukkasztást, de olyan... A Hoseás 4.14, ez sajnos nézzük nagyon belém éget. Nézd, lehet, hogy van dehonestáló beszédben, de hogy nem... Lehet, hogy ott a károlyi fordítás... Hoseás? 4.14, lehet, hogy ott a károlyi fordítás használ egy... De az egy, nyilván az csak egy szócska, ne. Most nem is azt akarom kiragadni, de hogy érdekel, hogy amikor így feltüzelt... 14. Lőttek, nyilván okkal. Nem ütetem meg leányaikat, mert paráználkodtak, menyeitek sem. Házasságtörők, mert ők maguk is félrementek a paráználkal, áldoztak a rimákkal. Igen. Mm-hmm. Hát az örömlányokkal. Igen. Mm-hmm. Ez kárbi fordítás. Másik szó szerepel. Igen. itt az a helyzet, hogy ez a fordítási kérdés. Ez fordítási kérdés. Prostituáltat jelent. De akkor szerinted a proféták, ahogy beszóltak a népnek, és nem használtak trágár. Mit mond az ige, hogy a Jézusról az egy Péter kettő talán, hogy szájában állása nem találtatott, szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, nagyon fontos, és azt is mondja róla Zsoltár, hogy kedvesség ömlelezik az ő ajkain. Nyilván mondott értékítéleteket, azt mondta, hogy mondjátok ennek a rókának, azaz mondott keményeket, tehát de, lehet nem volt, erős szavakat de nem használni. Volt trágár, nem volt obszcén, nem volt olyan, ami nem összeegyeztethető Isten szellemével. Meg ne szomorítsátok Istennek a szellemét, számítok minden káromkodás kivetessé. Nem véletlenül mondja az Efezus 5 is, hogy a Szent Szellemnek a Szent Szellemnek a jelenléte és a káromló, obszcén, démonikus beszéd összeegyeztethetetlen. Hogy hol a határ, ez egy nagyon izgalmas és nehéz kérdés. És mondom, én láttam olyat, aki mondom, láttam, hogy tényleg imádkozó ember, és időnként meg mond olyat, olyan szót, amitől nekem kiveri a biztosítékot, és akkor mondom, most akkor micsoda most, akkor szent, vagy nem szent. Lehet szólni ilyenkor úgy szeretettel egy másnak? Én szoktam. Szoktál. Hogy ne haragudj, szoktam, komolyan, nem, engem nem érdekel. Zavarja a fülem. Ne haragudj, nem mondj meg ilyen szavakat. És akkor jaj, bocs, is mondja. És akkor neki úgymond kulturális, lehet, hogy kulturájban benne van, valószínű. Hogy olyan szót használ, hogy a fenékre más szót szól, mond. Igen, érted? A söbetüset, ami így szintén, egy-két konkrétumot egyébként nem baj, ha mondunk, mert nem titkolt célunk csak, egy csak kicsit tudod, az igényesebb szóhasználatra ösztönözni igen, a hallgatóságot. Csak hogy én nem mondanám ki a nyelvem, mert én úgy érzem, ha kimondom, abban a pillanatban... Profán. Nem? És nem sznobokat játszunk nyilván, hanem az ember próbál igényes lenni. A Cyrano de Bergerac-ban. Az óra, maga óra nagy. És akkor mondhatta volna szebben is. Máshogy kislovak. Szebben is kislovak. Mit hegy fog roppant szírt. Szóval elmondhat, vagy ott van ez a bizonyos a büszkeség és balítra. Lányaim állandóan nézték, csak azért tudom. Abban legalább szépen beszéltek egymással. És tényleg a Colin Firth nem a legújabb a Colin Firth féle előző verzióban olyan gyönyörűen veszekedtek. Most komolyan, mondtam ott a feleségemnek, figyeljél, hát így beszélnének az emberek, a világ egész más állapotban lenne. Igen. És milyen, hogy a veszekedést hozott föl, mert tényleg így a keresztények között is azért előfordul, amikor indulatosak vagyunk, kiszökken egy-két olyan szavacska, aminek nem kéne. Nem, ezt csak azért mondom, hogy most nehogy azt gondolják a hallgatók, hogy mi mindig tökéletesen beszélünk, és csak jó szavakat használunk, de azért legyen egy alapigényesség. De mondja az ígé, hogy minden kiáltozás, káromlás, üvöltözés, trágárbeszédek, obszenitások, ezek azt mondja, amiket azok csinálnak még mondani is égtelen, ugye úgy mondja akár égtelen életében, hogy szégyenteljes, rút, aljas, botrányos, még kimondani is. Meg most bocsánat, ha valamit kulturáltabban ki lehet fejezni, akkor miért most ne? Miért nyúlunk egy olyan közönséges szóhoz, ami azért nem nyilván nem lehet mentő. Benne polgárpukasztás, figyelemfelhívás, vagy az, hogy egy nagyobb súlyt adni neki, de hát itt az, egy szent embernek már elnéz, hogy szent, úgy értem, hogy Istentől elválasztott, igen. Szent szellemmel betöltek kezdett Jézus vérat levő embernek, azért súlyozni kell, hogy ezt most én mondhatom, vagy nem mondhatom. Még ha eszembe is jutna esetleg, de a számon nem jött ki, mondja Dávid. Uh-huh. Igen. Azt gondolom, hogy a beszéd az a hatalomgyakorlás eszköze, teremtő erővel bír, és az obszcenitás, trágárság, rágalmazás, lebecsmérlés, lekisinlés a sátánnak az eszköze. Isten ezt nem csinálta senkivel. Uh-huh. Az ő száján kedvesség ömledezik, ha adott értékítéletet, akkor is az nem volt obszcén, hanem egyfajta értékítélet, ami jogos és igazságos,
de és szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Amikor blaszfémiát mondtak el, ő nem mondta vissza, de te vagy a hülye, vagy a Pálnál, Festus mondja, mondja neki, bolond vagy te, Pál, nem vagy te normális. Egyébként egy dolog jutott az eszembe, hogy amikor azt mondta, hogy megver az úr téged, te kimeszelt fal, utána egyből bocsánatot is kért. Ugye nem tudta, hogy az főpapról van szó. Most más tudom, hogy milyen minőségű volt az, de attól függetlenül az magának a titulusnak járta a védelem. Igen, és akkor hogy mondja, nem vagyok én bolond, nemes Festus. Nem azt mondta, te vagy a hülye. Nem ezt mondta. Hülye vagy te, Pál. Te vagy a hülye, Festus. Nem ezt mondta, hanem bolond vagy te, Pál. Erre mit mond vissza Pál, a Pál, a nagypál? Nem vagyok én bolond, nemes Festus. Nemes Festus. Hoppá! Milyen Krisztusi ember? Így kell reagálni, ha gyaláznak bennünket. Hú, milyen még messze Krisztusi vagyunk. Ember? Ne, azt mondja, nem, én igaz, és én aleteja, valóságos, azt mondja, én igaz, és józan beszédeket szólok. Az meg az eltében olyan szó szerepel a józannál, hogy körültekintő, árnyalt beszédet mondok. Na szóval akkor visszatérve az alapkérdésemre, neked meggyőződésed, hogy Isten szolgái, Isten emberei, a proféták nem trágárkodtak? Nem. Ha történt ilyen, akkor biztos, hogy megvallották, és az Úr kegyelméből megtisztultak ebből. Nem hiszem, hogy ezt szabad csinálni. Azt tényleg válasszuk külön, hogy van, amikor erőteljesebb kifejezéseket kell használni, mert hogy úgy adsz nyomatékot a szavaid súlyának, de az teljesen más kategória. És akkor még visszatérve, hogy így elkezdtük felvázolni az irodalmi műveket, alkotások, hát szóval akkor azért csak végig kíséri valamennyire az irodalmat is. Ez egyértelmű. Ugye a lényeg, ha szeretnénk ugye egy-egy súlypontot kiemelni, hogy a mindig jelenlévő többféle alkotások, többféle szellemiségű, szókincsű alkotások, képzőművészet, irodalomat, később a film, ezeknek milyen része kerül a fősodorba? Azt értem ez alatt, hogy mi az, ami legnagyobb hatást ér el. Tehát a tömeghatást, az inger küszöböt, milyen jellegű kulturális termékek tudják átlépni. És ma ebben minden prekoncepció nélkül látunk egy nagyon széles kaput, amin a szexuális tisztátalanság, a beszédnek a teljes szabadszájúsága, és ugye ide kell kapcsolnunk olyan világnézetek, mint az okkultizmus, különböző válfaja, és egy csomagban jelentkeznek. És ez a közkultúra, vagy ezt mondhatjuk akár új világrendnek, a költészetének, de költészetet már senki nem olvas, hanem gyakorlatilag ugye a tömegkultúrára van szó. És egy nagyon érdekes fejlődés van, ha látszik, hogy mondjuk a hollywoodi filmipart, ha megnézzük, elég konzervatív volt a hozzáállásuk a 20-as, 30 években. Abszolút. Volt egy olyan kódex is, amit kötelezően a legnagyobb filmvállalatok aláírtak, és stúdiók, és betartottak, nem 10 parancsolatnak hívták, hanem hasonlónak, hogy mit nem lehet a vásznon. És az egyik volt az obszénbeszéd. Tényleg? Ilyen volt például, hogy öncélú erőszak, tehát hogy gangsterfilmeket csináltak, de hogyha ez teljesen öncélú volt, igen, mint ma például vannak olyan rendezők, akiknél a történet mesélésen kívüli és túlságosan részletezett mondjuk egy ember halálának a látványa, igen. Ezt már nem akarták. Igen. És igaz, aztán később egy konkrét példát is mondok, az Elfújta a szél című 39-es filmben például... Nemrég néztem meg, de jó, hogy ezt mondod. Lehet, hogy jó hosszú film, de egyetlen egy szóra kellett külön engedélyt kérni, ez pedig az átkozott, a dimmed szó, hogy ezt a szót kiejthesse a legvégén az egyik főhős. És ezt neki, csak azt akarom, hogy mennyire más volt akkor Hollywood, mint nem most. Nem a Scarlett mondja, ha nem emlékszem. Meg nem mondom, de minden esetre a szót magát annyira nem volt elfogadott a filmkultúrában, hogy azt mennyire. A szót, hogy te átkozott, vagy nem is tudom, hogy ezt önmagára mondja, de minden esetre ez ugye ma már közlekedésben, ha két autós összevitatkozik, ennél sokkal súlyosabb szavakat használ. Abban a pillanatban. És, tehát magyarul ez az anyázás ezt... állandóan, bocs, hogy ezt így közbevetem, de hát ettől is így rosszul van az igen, ember. Szóval föl se fogják, hogy aki megszülte a másikat, szóval hogy lehet arról így beszélni? Mint ha gyökerestől elátkoznák a másik embert, igen. És már az ősöknél kell kezdeni ezt. A káromkodásban ez igen. Van. Kiírtani még a magvát is. Igen. Tehát egy verbálisan igen. Ezt. Igen. És akkor visszatérve a Hollywoodra, fel. Ugye 39-ben még ennyire ugye jó értelembe vett szemérmes volt a filmipar, hogy ugye a rendezők ugye nagyon sokszor ideges, feszült vérmérsékletű emberek érthető, biztos, hogy forgatási szünetekben más típusú szövegek, de azt mondták, hogy ami a vászonra megy, annak olyan hatás
hatása van, hogy ezeket már pedig nem használjuk. Milyen jó, hogy ez még így meg volt fogalmazva. Hát ameddig meg volt, igen, ugye aztán jöttek a 70-es évek, 80-as évek, és ugye azt már nem látjuk, bár igazság szerint, ha nagyon őszinte soha nem védtem volna meg a hollywoodi filmipart, és most a legnagyobb, legszélesebb piacra szállt úgynevezett blockbusterek, azok a csúcs kategória tömegfilmekben, azért annyira széles káromkodás, és nem látunk ma sem. De viszont ott vannak a mozi csatornáknak a sorozatai, ott vannak az alternatív filmvilágnak, tehát a művész filmeknél ott sokkal tágabbra nyílt. Hajjaj. Ez már 60-as évben kinyílt. Hát most te arra gondolsz, hogy ilyen bosszúálló sorozat, meg ezekben annyira... Igen, ott igazából van humoros szöveg, nagyon sok igen, Star Wars, nincs benne káromkodás. Nem az van, ha már itt filmezünk, hogy ugye 12-esre rakják a korhatárt, hát mert minél nagyobb, szélesebb réteget, igen, tehát hogy a kisgyerekeket se akarják kizárni belőle, és azért valamennyire még ez így szabvány, hogy akkor az ő fülüket ne sértsék. Most lehet, hogy ez fölül fogja írni, hogy az oktatásban, nem akarok politizálni, az oktatásban ugye egyre inkább kitolják a határokat, hogy milyen szexuális tartalom legyen, nem elfogadható, hanem kötelező, ugye egy világfolyamatról beszélünk. Lehetséges, hogy akkor a beszéd már egy olyan kis könnyed dolog lesz, hogy minek karikákat kirakni. Hát hogy beszélnek már, legyünk őszinték, 8-9 éves gyerekek sajnos tömegével a mai világban. Szomorú, de így van. Igen. Én bevallom, most egy picit akarok csak nagyon egy percbe tanár lenni most itt. Nyugodtan. Azért is vagy. Köszönöm, ez megtisztelő. Szakmámat is nagyon hálás vagyok a többiekért is, mert fontos, hogy időnként ez a szempont is megnyilvánuljon akár a médiában. És például megfigyeltem, így udvaron játszottak gyerekek, hogy az a szó, nagyon engem bántott, hogy ne szívassál már. Igen. Jaj, de jó, hogy ezt gyakorlatilag azt mondtam, és utána tényleg remélem, nem, nem jó, hogy ezt kimondod, csak ezt tegyük tisztába. Nem én voltam a zord és olyan tanárbácsi, aki aztán a legkőkeményebb, vagy legporoszosabb, de én elmodelleztem mindig szeliden, és annak a fiatal embernek, vagy néha sajnos kislányok szájában még furcsább volt, hogy ez a börtönszlengben egészen mást jelent. Így van. Hogy ezt kérlek, ne használjátok. Volt, aki nem értette, de azért mégis mondtam, hogy legalább értsd meg, hogy ez rossz, ezt a szót. Erre utaltam, egyébként nemrég erre utaltam, hogy ugye egy csomó szónak nem tudjuk az eredetét, és megmondom őszintén, nekem is néha kicsusszant a számon ez a szó, mert én se teljesen, tehát például ennél, amit most emleget, az ember sokszor azt hiszi, hogy onnan ered, hogy így valaki nem, szívja abszolút, a fogát. Nem. Ennek és ugye ennek van egy durvább. Igen, így hát van. Igen, ennek konkrét tartalma van a börtönszlengben, és nagyon utálatos, és nagyon mocskos, és gyakorlatilag ugye a kisgyerekekről beszéltél, ezt olyan szivacsszerűen fölveszik. Mert nem tudják, szerintem, és sokan persze, szülők is már, hogy persze, egy picit védjem persze őket, én magam se voltam tisztában az teljesen eredetével. Értető. Ha van konszenzus, itt az a lényeg, hogyha van megfelelő fogadókészség és megfelelő stílus, nyilván, ahogy interpretálja ezt egy tanár vagy bárki, nem megalázó módon, hanem hogy egy értéket szeretnénk valahogy most megvalósítani, nem vaskalaposan, mert ugye van, hogy maga az ember is beleeshet ebbe kétségkívül, de legalább ne legyen egy norma. Igen. Tehát legalább ne legyen az, hogy már fönn se akadunk ezen. Szerintem lehet modernül beszélni, árnyaltan beszélni. Igen, keressük az alternatívát. Nem gondolom, hogy muszáj trágárszak, sőt, biztos, hogy nem kell. Na, ezt ha már mondod, megint szintén olvastam egy cikket, ahol ugye megjelenik a mai modern pszichológiának a ugye feloldási eszközei, akik azt mondják, hogy ha, mit tudom én, az embert éri valami baj, fájdalom, bármi, akkor ez egyfajta érzelem kitörés. Stresszkezelési. És, igen, és jót tesz a szervezetednek, ha jól elkáromkodod magad. Ez nem igaz. Ez nem igaz, mondom. Akkor vitatkozz a mai modern pszichológiával. Hát nem mondom, mert hogyha én azt láttam keresztényeknél, hogy Istenhez kiáltanak ilyenkor, vagy csak feljajdul, vagy elkezd nyelveken szólni, és egyszerűen nem igaz, hogy tehát ez egy kiabálással is lehetne. Hát persze. Meg hát az embert éri tragédia, váratlan dolog, vagy valami szörnyűség. Egy kereszténynek a szíve, hogyha jó ember, a jó kincseket fogja előhozni. Máig emlékszem rá, amikor eltört a lábam 97-ben, és szörnyű, nagyon brutális szörnyű törés, minden összetört a bokámtól kezdve, minden szárkapos, sipcson, minden össze volt törve, és feküdtem a műtét előtt az ágyom, hogy betoljanak, és borzasztóan fáztam, és minden, és ott feküdtem, mert toltak volna be, és máig emlékszem, hogy a szellememben, szívemben hálaadások mentek. Hálaadás,
Isten magasztaltam, dicsértem is. De még jó, még gondolkoztam, figyelj, még gondolkoztam is a külső énem, mm-hmm. hogy most ez most micsoda, most miért? De képzeld el, hogy ezt az embernek a szelleme, szíve igenis be van ágyazva Isten jelenlétében. Föl van ültetve a mennyekbe, és ott mi van? Ott nincs káromkodás a mennyekben. Mm-hmm. Ott nincs blaszfémia. Ott nincs olyan, hogy verje meg az Isten, nem tudom kicsodát mm-hmm. így. Ott mm-hmm. még azért, nem, miért mondja Jézus, hogy ne átkozzuk a mi ellenségeinket se? Mm-hmm. Hát miért mondja ezt? Hát azért, mert a mennyben nem így működnek a dolgok. Egyszerűen meg kell érteni az embernek a szellemét, szívét, hogy ha szeretné, hogy Isten használja, nem jöhet ugyanabból a csatornából édes, meg sós, mondja a Jakab 3-ban. Ott pont mondja, hogy jön ki belőle a káromlás, utána meg imádkozik. Hát ez emberek, hát ezt nem lehet csinálni. Nem lehet összeegyeztetni. Hogy áldunk, máskor meg átkozunk, Istent áldjuk, a másikat meg átkozunk, az embertársunkat. Úgyhogy ebben azt gondolom nagyon fontos és nagyon radikális változásoknak kell beállni minden ember életében, aki valóságosan megtér. Abszolút. Nem állítom, hogy mindenkinek egyből így megtörténik, ezt én nem mondom, sőt, lát, ugye pásztorként sok emberre foglalkoztam, és láttam, hogy van, ahol fokozatosan történik ez a fajta megszentelő, a nyelvnek a megszentelése. Mondom, nálam így megtörtént. Isteni a dicsőség, nem tehetek róla, nem én csináltam, én csak csodálkoztam, hogy most mi történik velem. A Bagóval ugyanez volt, a Piával ugyanez volt, hogy úgy elvette Isten tőlem, hogy csak én csodálkoztam két napon, hogy én nem bagózok. Szóval, hogy tényleg az Úr a dicsőség. De van, akinél ez folyamatosan megy, úgyhogy nem egyből történik, hát nem probléma, csak történjen meg. Uh-huh. Hogy most lépésről lépésre szentelődik meg a nyelve, vagy pedig egyből, hát most mégis igazából mindegy, csak üdvözüljön, és használja őt az Istennek a jelenléte. Egy biztos, hogy a sátánról és az antikrisztusról, mert úgy beszél a Biblia, hogy és a világ ezért egyre gonoszabb, a jelenségben mondja, le van írva, és adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték neki hatalom, hogy cselekedjék nagy 42 hónapig, megnyitta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, blaszfémiára, káromolja, gyalázza Istent, hogy szidalmazza az ő nevét, és az ő sátorát, és azokat, akik az ő a mennyben laknak. És lehet látni, hogy igazából egy olyan kultúra, ha ezt lehet kultának nevezni, ördögi sátani kultúra alakul ki, hogy a világ első számú vezetője egy káromló, káromkodó, blaszfémikus ember lesz. Uh-huh. Igen. És a sátánról mondja előtte, hogy rajta tisza, stb., és a káromlásnak a nevei vannak rajta, azaz a maga sátán is egy ilyen önmaga egyfajta káromlás, a személy már maga egy nagy káromló. Uh-huh. Igen. Majd külön lehet, hogy egy másik adásban fogunk azzal foglalkozni, hogy a fiatalsággal, az ifjúsággal mit lehet kezdeni, mert ugye ott óriási mértéket ölt a trágár, káromló kifejezéseknek a használata, ami biztos, hogy összefügg azzal a kulturális internet változással, amire te is utaltál, persze, már Gyula, de akkor vajon miért alakulhatott ki szerintetek, hogy a fiatalok ezt teljesen természetesnek, normálisnak, menőnek érzik, hogy tele tűzdelik a mondatukat mindenféle obszén, trágár kifejezésekkel, szavakkal, hol a felelősség, ki a felelősség, mondjuk akkor tényleg mondhatjuk, hogy így a youtuberek és közösségi média jár ebben élen? Szülők. Szülők is, hát ez ha nyilván van a szülők szerepe. Ha van szülő, mert sok esetben a szülők egymással is úgy beszélnek, hogy az nyomtafestéket nem tűr, szokták, régen így mondták, hogy nem tűr nyomtafestéket. A szülőknél van sok elásva a kutya, és ott, ha család rendben van, és a gyereknek a szájra rácsapnak, hogyha csúnya szót használ, vagy megmondják neki, vagy kap valami büntetést, most mindegy, most már finomítok. És már nem mersz ilyet mondani, hogy tilos ilyet mondani, de hát azért nézd az én lányaim. Az én lányaim otthon egyetlen egy csúnya szót nem mondtak. Uh-huh. Tudták, hogy ott ennek helye nincs. Uh-huh. Nem engedett. Mondjuk nem akkor még a közösségi média nem is volt talán akkora hatással. Hát nem is volt közösségi média a 90-es évek elején. Uh-huh. Nem volt még internetvilág. Igen, mert ugye sokan ott szedik össze ezeket a jó kis szaftos kommunikációs eszközöket. És szerintem ezzel szemben a pedagógus, hát hogy is mondjam. Hát nem épp a főszereplő. Hát nem annyira, igen, nincs annyi eszköz a kezében. Így van. Most van egy ilyen fejlődés lélektan, nem akarok itt nagy szavakkal, de hát ezt tanultuk annak idején a saját tanárságunkra készülve,
olyan életkori szakaszok, amikor a kortárs csoport elképesztően felerősödik. És én tényleg, ahogy mondtad, de szívemben én is, nekem is három gyerekem, akik már felnőttek, voltak, átéreztem, hogy milyen jó volt velük úgy kommunikálni, hogy a beszédkultúránkból is remélhetőleg ők jókat vettek el, és ez szerintem így volt. De valóban nem volt akkor közösségi média, de most a gyerekeknek ki kell mondanunk, a nagyon jelentős részét már nem a szüleik nevelik. Igen. És az a nagy kérdés, ugye, de ez egy másik műsor tér meg, hogy egy kereszténynek a mozgás szabadsága, ha elér egy bizonyos életkori szintet, 16-17 éves, amikor nyilván több szabadságot kell neki engedni, mert egy megnyomorított ember lesz, és nem lesz önálló karaktere, hogy ez a viselkedés kultúra tud-e annyira élni, vagy föl van már úgy érteződve ő is, és a személyes megtérés, ha lezajlik, és a újjászületés tényleg végig is megy, hogy tovább lép az ember, nem csak egy ünnepi alkalom, és utána bármi történhet vele a közösségi médiában, hanem ő rálépett egy pályára. És ez már akármi történik, és a menőszövegek hatására is kialakul egy igazi krisztusi identitás, és ez nem hibátlan, tudjuk, de mégis, ha találkozik olyan forrásokkal, naponta találkoznak a gyerekeink, a tanítványaink, tehát ez elzárhatatlan, ha csak nem megyünk egy lakatlan szigetre. Persze. Ez lehet egy alternatíva, csak nem sokan fogják ezt választani. Ha pedig benne vagyunk ebbe a digitális földgyorsuló világba, tehát záporoznak ránk ezek a hatások és a gyerekeinkre, mert ugye én a tanáriban ott ülve és beszélgetve kiváló kollégákkal nem érzem, hogy annyira letagozódna mondjuk a TikToknak a kultúra és beszéd stílusan nem mert nem hat rá. Én azt sem tudom, hogy hanem ha vagyoné TikTok. Igen. Életemben nem jártam a TikTokon. Igen. Hát pedig az unokáid miatt lehet, hogy jobb akarul nézel, Józsi, bár addigra már más lesz. Meg majd a lányaim. Belépünk egy tanterembe, akkor azért a hatásáról pontosan tudunk, és főleg a sikerül oldott beszélni, vannak különböző típus órák, van olyan óra is, amikor megengedi azt, hogy oldott. De neked kell is, mert ugye te média. Igen, és a média tanításban az a jó talán, hogy én történelmi és készítek fel ugye érettségre, diákokat, ott nagyon merev kimeneti követelmények vannak, nem nagyon térhetünk el a tárgytól, de vannak olyan típusú órák, amikor ők is jobban megnyílnak, és akkor lehet erről őszintén beszélni velük? Hát igen, nyilván azt nem tudom lemérni, nyilván nagyobb az egymás közötti őszinteség, mint egy tanár jelenlétében, de én nagyon kellemes és jó pillanatok voltak, amikor földolgoztunk egy-egy ilyen hatást. Tehát nem vetítettem olyan videókat, mert ezt nem is akarnám megtenni, amik átlépnek bizonyos határokat, a jelenségekről tudunk beszélni. Uh-huh. És az a helyzet, hogy ez akkor kicsit azt éreztem, hogy átléptük a tanár-diák közti szükséges határt, ami kell, hogy működjön, de akkor partnerekké vagy keresztényként is tudtunk egymással kommunikálni, mégpedig az iskolán belül az nagy élmény. Mert az mégiscsak egy hivatalos hely. Igen. És nyilván ezt nem lehet mindenhol megtenni, de szerintem az én hivatásomban, ha egyben keresztényként művelem, ez egy nagy felelősség, hogy ezt ne adjam föl, hogyha hatást szeretnénk gyakorolni, ez nem a mi személyiségünknek a minél jobb kiteljesedése, hanem olyan általános, tőlünk független, de komoly isteni értékrendek valahogy a becsempész, és akár a beszédünkön keresztül is. Tehát én sem beszélhetek nyilván akárhogy. Persze. Sem a tanítványaimmal, sem a tanáriban. Szerintem ilyen szempontból úton vagyunk, de Isten kegyelmében... Az ellen nagyon nehéz felvenni a küzdelmet, hogy azért sok fiatal szemébe minél trágárabb, valami annál viccesebb, annál jópofább, annál menő. A poén maga a egy poén. Kulcsszó. Uh-huh. Hogy ez most poénos-e, vagy nem? Ezt sokszor hallom. Teljesen jó szándékos rácoktól, lányoktól is, hogy ezen azért nevettünk, mert ez poén volt. De hát mondom, hát ez nagyon rosszul hangzik, nem? Tehát ebben már van egy trágár dolog is. Tehát poénos volt. Sokszor ez a válasz. Igen. És ez ugye ennek és a kezelés... És magyarázod el neki, hogy ez nem vicces. Hát a Bibliában benne van. Igen, benne van a Bibliában. Igen, igen. Semmi trágár beszéleti szátokat el ne hagyja. Igen. Hát igen, csak ha ezt mondott egy fiatal... Valaki ezt megmosolyogja, van, aki azért adjunk egy esélyt, és van, hogy amikor kimegy a csoporttársak nyomásából, abból a közösségből, igen, ez is mert minden igaz. Közösségnek van nyomása. Ezt valljuk be. Figyeljetek innen, ott volt a Péter. A Simon, a Szent Péter. Fogadkozott, én téged soha el nem árulok, Jézus. És ha kell, meghalok érted, és megyek a dutyiba is veled. És amikor Jézus elfogták, elvitték az Annásnak a házába, és ott volt az udvar, oda ment a Péter, azt hitt, hogy ő a Chuck Norris, kiszabadítani. És elment abba a közegbe be, és nem telt el sok idő,
nyilván borzasztó démonikus légkör volt, hát akkor az sátán minden ereje centralizálódott Jeruzsálembe. Igen, ember legyen a talpán, aki bírta volna. Igen, nem értve mondta Jézus ott előtt, hogy vigyázzatok, imádkozzatok, mert a szellem ugyan lelke esetében, a szellem az lelkes, buzgó, tüzes, de a testi természet, a szarx, a testi természet pedig jelentéktelen, azt mondja, jelentéktelen, erőtlen. És bevelkült ebbe a helyzetbe, és ott a Péter, aki tök őszintén fogadkozott, biztos vagyok benne, hogy őszintén gondolta, uram, ha kell, meghalok, érted. Ez a Péter ott háromszor esküdözve, ami eredetében ugye önmagára mondott átkot jelent. Nincs ott ilyen káromkodás kifejezés? Hanem esküdözve, ami eredeti szövegben olyan jelentés lett, hogy önmagára átkot mond. Halljak meg, ha nem. Így, szóval ez a közlekedés. Ez hányszor mondják. Három, így halljuk ezt a közlekedést. Igen. Hát bizonyos kultúra körökben. Hallottam ilyet keresztényt, és halljál meg, hol voltál? Miért nem jött egy üdvébe? Szóval, hogy érted? Ez, ebből ki kell jönni. Ki kell, ebből, de nagyon ki kell szaladni. Szóval ez a Péter, a Szent Péter, ez az ember önmagára átkot mondva háromszor megtagadta, akit a legjobban szeretett. Szóval, hogy a környezet milyen hatással volt, igen, csak ezért ez jó mondtam, példázza. Ott démonikus légkör volt, megfélemlítő, írtozatos félelem légkör. Ezért nyilvánvalóan bizonyos közegbe egy keresztény ne menjen bele. Vagy ha bekerül, szaladjon ki, és ne nézze hátra. Így szóval van. Ki kell futni Szodomából, ki kell futni, azaz a TikTok és egyéb más. Szerintem a szülők felelőssége óriási, hogy a gyerekeket önnek határokat szabjanak, és hogyha valamit éri, akkor magyarázzák nekik, és megmagyarázzák, hogy mi történt, mi volt ez, és akkor esetleg lehet... Szavakat is el lehet magyarázni, hogy abszolút, mit, miért nem használunk. Abszolút. Nekünk is volt gyerekem, kicsik voltak, mondott olyan szót, hogy jött, figyelj, mit mondasz, és akkor nem tudta, mit mond. Igen, ez sokszor előfordul. Hallotta mástól valami osztálytársát, és akkor meg kellett neki magyarázni, te figyelj, ez csúnya. Tényleg nem tudtam, hogy csúnya, mert ugye ők jók akartak lenni. Persze. Mert egy gyerek az jó akar lenni, még egy darabig legalábbis. Igen. És azt gondolom, hogy ki kell jönni abból a közegből akkor annyira. És hadd mondjak még valamit, ugye mi szoktunk csinálni gyerektáborok, Gyülibe vannak gyerektáborok, ugye vannak közben, mi is szoktunk a három gyűlinek, mindenkor lemennek a táborok, akkor nyár végén szoktunk tartani egy külön gyerektábort a három gyülekezet fifjainak. Most nem volt a pandémia miatt, nem lehetett csinálni, de tartottunk, és ott mindig nagyon szépen lakva ismerszik meg az ember, mondja a magyar közmondás, és ott egy 4-5 napot eltöltök a gyerekekkel, fiatalokkal, na ott aztán kijön minden. Mutasd a gyereket, mutatom, milyen a házasság. Meghallgatom a gyerekét, 2 nap után biztos kijön belőle az, ami otthon van, hogyan mi a szóhasználat otthon, stb. És ott nagyon szépen lehetett őket szembesíteni, hogy az a kultúra, ami az övé, az esetleg szubkultúra, és hogy a keresztény átlag, amit mondtál, hogy a tőlünk független, nem független, de hogy mégis azok az alapvető értékek alapjához ütköztetni az ő kultúráját, és így sok nagyon komoly változások tudtak történni, sok fiatal ilyen táborokban tér meg, és lesz valóságosan elkötelezett igazi keresztény, és megy át a sötétségből a világosságba. Ezt tanárként is vissza tudom jelezni, akár a debreceni tábornak nagyon komoly, mindig a nyár végén van egy ilyen nagyon érezhető hatása. De jó, hát adja meg az Úr, hogy ezek a táborok is folytatódni tudjanak, de akkor a jó hír az, hogy akármilyen is a beszédkultúránk, van belőle kiút, csak hát ugye fel kell ismerni, meg kell ítélni, démonikus, kell szellemileg aktívnak kell lenni ezzel szemben. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. Elment egy kicsit az idő, de szerintem nagyon értékes volt ez a beszélgetés is, és fontos a téma, és hát szerintem akkor itt fogadjuk meg, hogy teszünk az ügy érdekében, és a tiszta beszédet propagáljuk, hirdetjük, és mi magunk is természetesen oda figyelünk arra, hogy minimalizáljuk az illetlen szavak használatát, mondjuk József. Mondhatod mi valamit, hogy mennyire torz a világ? Már józsizni sem merlek, igen. Nyugodtan. Megbékéltem a nevemmel. De szóval hogy milyen álságos világ van. Ha azt nem mondhatod, hogy mondjuk valaki fekete, vagy nem mondhatod, hogy már sokszor, hogy férfi vagy nő, de a káromkodás belefér. Ó, hát az. Sőt, egyre nagyobb az elfogadottsága. Hogy mekkora kontraszt van itt, hogy már nem lehet beszélni, nem lehet meg egy igazságot kimondani, hogy valaki mondjuk székely,
mert akkor ne legyek. Most azért mondtam, mert benne van székely, hogy nem mondjak mást, nehogy valakit sértsek. Érted, hogy nem lehet kimondani, mert de közben a káromkodás meg simán megy. Az megy, gyalázni egymást, anyázni egymást. Hogy a beszédedet lekorlátozza, nem mondhatod, hogy férfinő, nem mondhatod, hogy kisfiam, nem? De közben meg ezeket lehet mondani. Egy diabolikus helycsere, tényleg. Igen. Úgyhogy ezt ne hagyjuk, támadást indítunk a trágárság ellen. Köszönöm, hogy itt voltatok, búcsúzunk a kedves hallgatóktól, nézőktől is, hallgassátok továbbra is a Hit Rádiót. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmét, szép napot kívánok!